Plüssmackóval a világhálóra címmel jótékonysági hárverést tartottak szerdán a nehéz anyagi körülmények között élő cigány gyermekek javára az A38-as hajón. Köszöntöm a szervező képviseletében Kocsis Fülöp hajdudorogi megyés püspököt, jó reggelt kívánok, és Nyírő Andrást, a Sólya Miklós Alapítvány elnökét, jó reggelt kívánok önnek is. No, hogy lesz a plüssmackókból internet? Hát bízunk benne, hogy lesz. Tulajdonképpen az volt a cél, hogy megmutassuk a világnak azt, hogy van egy olyan kezdeményezés, ami valamilyen módon a hátrányos helyzetű, nehézsorsú fiataloknak ad fogózót. Ebben az új technika is tud segíteni, de én azt gondolom, hogy a népnevelés a legfontosabb. Tehát az, hogy olyan értékeket és olyan irányokat tudjunk adni, ami hosszú távon segít a fiataloknak abban, hogy boldoguljanak. Sikeres volt egyébként az árverés? Mekkora összeg folyt be? Hát én, bocsánat, azt mondtam utána az egyik barátomnak, hogy szerintem fergeteges volt a siker. Az összeg is messze meghaladta azt, amire számítottunk, mert eddig 2,7 millió forint jött, tehát 2.730.000 forint jött össze. De ami igazán nagyszerű volt, az a hangulat, ami ott teremtődött a hajón, ezen a rendezvényen. Igazán valóban olyan emberek jöttek el, akik akarnak segíteni, és mi most lehetőséget teremtettünk arra, hogy tudjanak is segíteni. És nagyon örülök ennek a mostani műsornak is, mert ez is célunk volt, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy lehet lépni, van megoldás a szegényeken, hogyan tudunk segíteni, és András barátommal sikerült is elindítani ezt a folyamatot. Ugye rakaca és rakaca szent nehéz anyagi körülmények között élő roma gyermekein kívánnak segíteni. Miért pont ezt a két falvat választották ki? András, neked volt a gondolatod? Már magam sem tudom. Sok borsodi faluban van jelen a görögkatolikus egyház, ahol nagyon nagy a szegénység. Uh-huh. És András a elindított Wifi falu programjával sok ilyen faluba eljutott már, és ezekben a falvakban nincsen. Viszont Rakacaszenden nekünk van egy görögkatolikus iskolánk, amit 10 évvel ezelőtt indított el egy akkor oda került fiatal pap, Tóth András, és mellette pedig Rakaca, tőszomszédságában lévő falu, egy olyan település, ami régen nagyon nagy múlttal és kultúrával rendelkezett, gyönyörű szép temploma van, de szinte teljesen elcigányosodott már, és azon a területen nagyon, nagyon sokat tennivalunk. Ráadásul Rakacára került 1 évvel ezelőtt egy cigány származású papnövendék, Lakatos Péter, aki aztán próbált kicsit más eszközökkel fordulni az ottani cigányokhoz, cigánygyerekekhöz. Tehát a két intézmény, a Rakacaszendi iskola, amely teljesen cigány gyerekekből áll, és ez az új kezdeményezés a cigánypasztorációban a Rakaca községben, hát ez készített bennünket arra, hogy ezt a Wifi falu programot valami kicsit más módon, de kiterjesszük erre a ezekre a településekre. Nyírő úr, a szegény sorsú családoknak, roma embereknek biztosan egy számítógép és egy internet kapcsolat jelenti a valódi segítséget? Nem lehet, hogy nagyobb segítség lett volna, hogyha ebből a pénzből, amit összegyűjtöttek, mondjuk meleg étel kerüljön az asztalra x ideig? Én azt gondolom, hogy sokféleképpen lehet segíteni. Sokféle módja van a segítségnek. Van, aki meleg étellel tud segíteni, és van, aki a tudással, a tanítással és leginkább a neveléssel tud segíteni. Én azt látom, hogy nagyon sokak számára az a kérdés, hogy hogyan jussanak munkához. Nagyon sok munka lehetőség van, ezekkel a lehetőségekkel élni kell tudni. A Fidesz 1 millió új munkahelyet ígér a következő 10 évben. Ez egy hatalmas lehetőség a cigány fiatalok számára is, ha tudnak vele élni. De ehhez nagyon sok mindenre van szükség, és bizony a mai világban egyre nehezebb számítógépes tudás és a modern technológiák ismerete nélkül egyáltalán boldogulni. Uh-huh. Lehet, hogy ez furcsa, de hát tulajdonképpen az ügyintézés és nagyon sok minden már a többségi társadalomban teljesen természetesen ezeken az eszközökön keresztül zajlik. Nyilván, hát önnek van ebben tapasztalata, mert hogy a püspök úr mondta, hogy a 2007 óta próbálnak hátrányos sorsú gyerekeknek, családoknak számítógépet adni, illetve internet hozzáférést biztosítani. A kérdésem az, hogy
hogy ez hogy zajlik a gyakorlatban? Tehát azt mondjuk, tessék, itt van egy számítógép, itt van, aztán old meg, hogy tudod, mert nyilván ezek az emberek azt sem tudják, hogy hogy kell kezelni ezt a számítógépet. Az internetnek havi díja van. Tehát tényleg a gyakorlatban hogy zajlik ez a segítség? Elsősorban gyerekek használják a gépeket, a számítógépeket meg kellett vásárolni a programunkban, de azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg talán egy kicsit nagyképpen azt mondanám, hogy fél lábú óriásként mozogtunk ebben a világban. Nagyon sokan tudták azt, hogy mire használják a számítógépet, és az épülésükre volt, használták a tanuláshoz, munkahelykereséshez. De én azt gondolom, hogy és egyre inkább azt látom, hogy ebben a világban irányítás nélkül nem érdemes odaadni ezeket az eszközöket. Ez is egy eszköz, a kalapácsot is nagyon sok mindenre lehet használni. És én azt gondolom, hogy az, hogyha meg tudjuk mutatni és föl tudjuk használni, az egyháznak van egy nagyon erős népnevelő indítatása, ehhez tudunk mi most egy modern, jó eszközt adni. Püspök úr, nagyon röviden, hogyha jól tudom, még várnak adományokat. Igen, igen. Ezt a plüsmackós rendezvényt azért is csináltuk, hogy fölmutassuk azt, hogy van lehetőség segíteni, és még mindig lehet a számlaszámra küldeni adományokat. Nézők is láthatják a képernyőn. Köszönöm szépen, hogy egészen kiterjesszük ezt a segítséget, ami nem csak arról szól, hogy számítógépeket adunk, hanem megtanítjuk ezeket a gyerekeket és a családokat élni. Nem csak a számítógépekkel, hanem mindazzal, ami körülveszi őket. Az egyház ott van mellettük és segít. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok ehhez a nemes célhoz.